Ebben a mostani videóban az oxidatív stressz csökkentéséről lesz szó. Szeretettel köszöntök mindenkit, itt Újhelyi Szabolcs Zoárt. Oxidatív stressz akkor alakul ki a szervezetünkben, ha felborul az egyensúly a szabadgyökök és az antioxidánsok között, azaz a testünk nem tudja eltávolítani, méregtleníteni a szabadgyököket, és azok károkat okoznak a sejtekben. A szabadgyökök oxidatív tevékenysége a testünkben olyan, mint amikor kiteszel egy vasdarabot az esőre, és az elkezd rozsdásodni. Hasonlóan kezdenek el a sejtjeink, a szöveteink is károsodni. A szabadgyökök a legfontosabb szereplők a gyulladások kialakulásában, majd végeredményben a negatív tüneteket, azaz a betegségeket hozzák létre. Gyakorlatilag minden betegség előtt megnő a különféle szabadgyökök száma a szervezetünkben. Ha kevesebb az oxidatív stressz a testünkben, az öregedésünk is lassul, azaz tovább maradunk fiatalok, tovább élhetünk. Az oxidatív stressz megelőzése, csökkentése, tehát alapvető lépés bármely betegség megelőzéséhez, kezeléséhez és a hosszú egészséges élethez is. Nézzük meg először a legfőbb oxidatív stressz okozókat, majd utána a 8 legjobb oxidatív stressz csökkentőt. Az első nagyon gyakori oxidatív stressz termelő az a szorongás érzet, amely az anyagiak, a politika, a biztonsági érzet, a túl sok munka, a párkapcsolat, vagy éppen az egészségügyi gondokkal kapcsolatos aggodalmak következtében alakul ki a legtöbb embernél. Itt elgondolkodhatunk azon, hogy a tömegtájékoztatásból érkező félelemkeltés az kinek állhat ugye érdekében, hiszen a félelem egyértelműen fokozza a szorongást, ami végeredményben növeli a betegségek kockázatát. Az ételek közül növelik az oxidatív stresszt a hidrogénezett finomított olajok, ilyen a szupermarketekben sütésre szánt olajoknak a többsége. Növeli az oxidatív stresszt a testünkben az antioxidánsokban szegény táplálkozás is, tehát például kevés zöldséget és gyümölcsöt fogyasztunk. A cirkadián ritmusunk felborulásának hatására is megnő az oxidatív stressz szintünk, mivel a szervezetünkben az antioxidáns enzimek működése is igazodik az alvás ébrenlét ciklusához. Azaz a kevés alvás vagy a nem megfelelő alvás hatására is nő az oxidatív stressz szintünk. Felszívódó szénhidrátok is jelentős mértékben növelik a szabadgyököket, tehát kenyér, tészta, rizs, burgonya, süti, fagyi. Vírusos fertőzés során a vírusokkal szembeni védekezésként a testünk előállít olyan vegyületeket, amelyek ugyancsak komoly oxidáló hatással bírnak, tehát nem maga a vírus oxidál, hanem az immunrendszerünk kénytelen létrehozni oxidáló hatással is bíró vegyületeket, mert másképpen nem tudja megszabadítani a testet a vírustól. Persze a vírusoknak vannak egyéb hatásaik is, amelyek végül oxidációhoz vezetnek. Növelik az oxidatív stresszt az olyan káros anyagok is, mint a dohányfüst, az alkohol, vagy a környezetünkben például a háztartásunkban lévő vegyszerek. Az oxidatív stresszt az antioxidánsok bevitelével tudjuk csökkenteni elsősorban, tehát a magas antioxidáns tartalmú ételek rendszeres napi szintű fogyasztásával, de nem csak az ételek segíthetnek. Először is az oxidatív stressz csökkenthető például a rendszeres mozgással. A rendszeres edzésekkel, főként a kardió edzésekkel, futás, úszás, biciklizés. A fizikai erőkifejtés a kezdeti időszakban növeli a szabadgyökök számát, hosszú távon viszont, tehát ha folyamatossá és rendszeressé válik, elkezdenek termelődni az antioxidánsok a testünkben a hatására. Tehát a hosszú távú, rendszeres és folyamatos fizikai erőkifejtés csökkenti az oxidatív stresszt. A második igen egyszerű oxidatív stressz csökkentő a tudatosságunk, azaz a tudatosan elkezdjük kezelni a bennünk lezajló mentális folyamatokat, melyek hatására ugye stressz vagy szorongás alakulnak ki. Egyszerűen a gondolataink, a gondolkodásunk megváltoztatásával. Természetesen segítségül hívhatunk olyan technikákat is, mint a jóga, meditáció, vagy például a zuhanyzás. De a legnagyobb hatással a gondolatainkra az új információk szerzésével lehetünk. Például új könyvek olvasásával, amelyekkel ugye új tudáshoz jutunk, ami megváltoztatja az elképzeléseinket a dolgokról, hatással van a hozzáállásunkra, az emberekkel való kapcsolatainkra. A következő a táplálkozásunk megváltoztatása. Ez egy lényeges lépés, ugyanis a metabolikus szindróma állapotában, amikor magas az inzulin szint, magas a vérnyomás, magas a koleszterin szint,
gyulladások vannak a testünkben, rengeteg szavagyök keletkezik, amelyeket csökkenteni tudunk azzal, ha jelentős mértékben csökkentjük a felszívódó szénhidrátokat a táplálkozásunkban. Helyettük sok zsírfélét fogyasszunk, készítettem múlt héten egy videót a jó zsírforrásokról, sok zöldszínű zöldséget, jó minőségű fehérjéket. A magas inzulinszint, ami magas cukorszintet jelent, 95%-ban felelős a gyulladásokért, a betegségekért a testünkben. Tehát a diéta megváltoztatása kulcsfontosságú az oxidatív stressz csökkentéséhez. A bélflóránk állapota is jelentős hatással van az oxidatív stresszel szembeni védekezésre, tehát béltápláló ételeket fogyasztani ugyancsak lényeges, ilyenek az erjesztett ételek és a zöldszínű zöldségek, vagy keresztes virágú zöldségek, mint a káposzta, fodroskel, kelbimbó, brokkoli, rukkola, a retek és mások. Az ötödik a bőjtölés. A bőjt hatására megemelkedik a saját antioxidánsaink szintje a testünkben. 18 óra nem evés, 18 óra kalória nélküliség után felpörög az autofágia, amely során a testünk képes önemészteni, azaz saját magától megsemmisíteni a hibás, a nem kívánatos sejteket. Tehát egyfajta öngyógyulási folyamat indul be. Az alvás is oxidatív stressz csökkentő, így vele szemben a kevés alvás viszont ugye növeli a szabadgyököket, tehát oxidáló hatású, elsősorban azért, mert a hormonjaink nem tudnak regenerálódni rendesen. A legfontosabb mikrotápanyagok az oxidatív stressz csökkentéséhez az ACE-D vitaminok, a szelén, a cink, a réz és a mangán. Pótolhatjuk a vitaminokat étrendkiegészítővel, de ne az étrendkiegészítő legyen az elsődleges forrás, hanem az élő ételek, mint a zöldségek és a gyümölcsök, illetve a koncentrált élelmiszerek, szuperfoodok, mint a méhészeti termékek, mikroalgák, búzafű, bogyós gyümölcsök és a belülük készült gyümölcslevek. A nyomelemeket szelén, cink, réz, mangán lehet pótolni készítményekkel akár hosszú távon is, de esetükben is keressük meg a minél természetesebb forrásokat. Itt ajánlanám a figyelmedbe például a huminikumot. A vitaminokat azonban ne pótoljuk hosszú távon kapszulákból, tablettákból, mert a vitaminokra komplex módon van szükségünk. A kapszulákba vagy a tablettákba jelen tudásunk alapján nem lehet beletenni adott vitamin teljes komplexét, az A, a B, a C, az E vitamin tartalmú tabletták és kapszulák csak a vitaminnak a 10-20%-át tartalmazzák, a többi 80-90%, ami a természetben része az adott vitaminnak, azt mesterséges úton nem lehet beletenni a kapszulákba, vagy a tablettákba, vagy a cseppekbe, egyszerűen azért, mert élő anyagok, a kapszula és a tabletta viszont halott. A nyolcadik és egyben utolsó lépésben pedig nézzük meg a 7 legjobb vegyületet, amelyeket alkalmazhatunk akár kivonatként kapszulában, akár magát a forrást, a gyümölcsöt, a zöldséget, a superfoodot fogyasztva. Az első az astaxantin, amely az algákban van jelen nagy mennyiségben. Itt ajánlanám figyelmedbe az Immunex alga komplexet, amely ötféle mikroalgát tartalmaz, tehát nem szintetikus anyagokat, hanem szárított, koncentrált algákat. Az Immunex napi adagja 6 mg bioaktív astaxantint is tartalmaz, sok más antioxidáns vegyület mellett. A második igen hatékony vegyület a cikloasztragenol, amely az astragalus vagy csütfű gyökérben van jelen, de nagyobb mennyiségben, koncentrációban igazából étrendkiegészítővel tudjuk csak bevinni. A harmadik a glutation, melyet be lehet vinni külsőleg étrendkiegészítővel, de a testünk is termeli, például a máriatövis, magörlemény, a kurkumin, illetve a magas kéntartalmú ételek fogyasztásának hatására, ilyenek a fokhagyma, a rukkola, a káposzta, a brokkoli, a retek, a karfiol. Az olajfa hatóanyag is segítenek az oxidatív stressz csökkentésében, mint az olívaolaj, de főként az olajfa levelének kipréselt leve, ez ugye az olajfa levél préslé, vagy a belőle készült kivonatok. Az olajfa levél legerősebb antioxidánsai az oleuropein és a hidroxidtirazol. Ez utóbbi vegyület is kapható külön étrendkiegészítő formában. Az ötödik erős antioxidáns a resveratrol, amely a szőlőmagjában található ugye meg. A szőlőmagot például őrlemény formájában alkalmazhatjuk, vízben vagy gyümölcslében elkeverve.
A következő a gránátalma. A gránátalma hatóanyagait is inkább élő formában, azaz gyümölcsléként érdemes bevinni, tele van szabad gyökcsökkentő polifenol vegyületekkel. A hetedik pedig a zöld tea, és annak hatóanyag az EGCG, amiből érdemes minél tisztább teát keresni, de hatásosak a kapszulázott zöld tea kivonatok is. Ha érdekesnek és hasznosnak találtad ezt a videót, oszd meg olyanokkal is, akiket érdekelhet ez a téma, kíváncsi vagyok a saját tapasztalataidra, írd meg a hozzászólásokba, hogy szerinted mivel lehet még csökkenteni az oxidatív stresszt, ha pedig még nem vagy feliratkozva a csatornára, ne felejts el feliratkozni, mert így kapni fogsz értesítést a következő hasonló videókról. Köszönöm a figyelmed, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!